Reggelt kívánunk minden süsfelnap hallgatónak. Jó reggelt. A mikrofonoknál Fülöpbe, a Bredák Szand, és ahogy már az imént hallhattátok, élőben itt van velünk személyesen Sebestyén Zoltán, a Szigetszentmiklósi X-Taxi tulajdonosa. Jó reggelt még egyszer, Zoli. Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm újra a rádió hallgatókat. Amiről pedig beszélgetni fogunk, hát igyekszünk eleget tenni minden hallgatói felvetésnek, témajavaslatnak, és hát most egy sajnálatos dolog történt egy hallgatónkkal, és megkért minket, hogy egy picit járjunk már utána, hogy ez mégis hogy történhetett. Most nyilván név nélkül fogom ezt elmondani, de a lényeg az, hogy egyébként állandó utasotok, Zoli, viszont adódott egy helyzet néhány héttel ezelőtt, amikor tele voltatok, tehát sajnos nem tudtatok abban az időpontban éppen autót neki biztosítani, mert hogy ugye ilyen helyzet is van, és hát kénytelen volt egy más helyi szolgáltatónak a szolgáltatását igénybe venni, és azt tapasztalta, hogy hát azért picikét megemelkedett hirtelennyében az ára az utazásnak, tehát jóval többet mondott neki a másik taxi szolgáltató, mint amennyiért nálatok szokott utazni, és hát megkért minket, hogy járjunk már ennek utána, hogy ez mégis hogy történhetett. Hát szóval, hogy valami ilyesmiről szeretnénk mindenképpen beszélni, hogy járjunk már utána, hogy ilyen hogy fordulhat elő. Egyébként, és a másik a kérdés másik része pedig az, hogy szabadárasa ez a történet. Tehát, hogy lehet, hogy beülök egy autóba, akkor X, ha beülök egy másikba, akkor X kétszer X, vagy X plusz 25%, vagy mire számítson az ember? Kérdezem én ezt kamasz gyerekek szülőjeként, akik viszont mennek be a fővárosba például bulizni, és ez nálunk kardinális kérdés, hogy éjszaka hogy jön haza a gyerek. Én szeretem biztonságba tudni, és a bulira általában nem sok pénzt adok, vagy nem adok, viszont arra, hogy hazajöjjön és taxival jöjjön haza, arra viszont igen. A kérdésed az nagyon jó, egyébként ebben szerettem volna én is kezdeni, hogy itt egy picit rakjuk tisztába akkor mindenkinek, hogy is van ez. Az önkormányzatoknak van arra lehetőségük, hogy a taxiszolgáltatást úgymond szabályozzák, és akár egy fix tarifát is megállapítsanak, ami alapján szolgáltatni kell. A főváros például ért ennek a lehetőségével, és ugye jó pár évvel ezelőtt be is vezettek több szabályozást, mint például ugye az egységes tarifát, az autók sárgítását, és ugye a fővárosiaknak nagyon sok mindenek meg kell felelni, amit a fővárosi önkormányzat megszabott nekik szabályokat, de például Pest megyében nagyon kevés helyen van szabályozó, itt nálunk Szigetszentmiklóson sincsen, tehát ez annyit jelent, hogy itt akár a fővárosi áraktól eltérő árakkal is szolgáltathat bárki, de ez természetesen ugyanúgy akkor ki kell a tarifatáblán jól látható helyen a utasok számára ezt rakni, hogy ő milyen viteldíjjal szolgáltat, az ablakon is kint kell lennie. Én valószínűsítem, hogy ebben a esetben nem az történt, hogy egy olyan kollégával utazhatott a utas, aki más tarifákkal szolgáltatna, mert mi is azért figyeljük a konkurens árakat a térségben. Hát egymásra figyeltek azért nyilván. Igen, és azt láttam, hogy ahogy mi is hasonló árakkal szolgáltatunk, mint a pestiek, nálunk összesen annyi különbség van, hogy mi is 440 forintért gurulunk kilométerenként, Pesten 1100 forint az alapdíj, nálunk 1000 forint, tehát az a 100 forint különbség van az X-taxi és a pesti taxitársaságok árai között. És a konkurens szolgáltató is, aki a térségben szolgáltat, ő pedig elméletileg a pesti taxitársaságokkal megegyező áron ugyanúgy 1100 forintos alapdíjjal szolgáltat, és 440 forintos kilométerdíjjal. Hát azt kizárnám, hogy valami olyan tarifával szolgáltatott a kollega, ami alapján ez a magasabb viteldíj indokolt lett volna, sajnos inkább azt tartom valószínűleg, ami a fővárosban is sajnos jellemző, és már sok olyan hírt hallottunk, hogy taxisok manipulálják a taxiórát, és visszaélnek, és megkárosítják az utasokat. Számomra elképesztő mindez, hogy emberek erre képesek, tudom, ilyen világban élünk, meg az is, hogy ezeket a kütyüket lehet így manipulálni. Egy picit mesélj már erről, hogyha van rálátásod, hogy miként lehet ezt manipulálni, illetve majd nyilvánvalóan kitérünk arra is, hogyha ez mondjuk az utasnak feltűnik, meg hogy hogyan is tűnik fel, akkor hogyan tovább, mit lehet tenni. De hogy működik ezek az eszközök? Tehát, hogy lehet ilyet tényleg, hogy manipulálják? Elméletileg ugye nem lehet, de hát ugye tudjuk, hogy a technika az olyan szinten tart, hogy akár bankokat, vagy nemzetbiztonsági dolgokat is hackerek feltörnek, úgyhogy úgy érzem, hogy mérőeszköznek a befolyásolása az nem egy olyan komoly feladat egy hozzáértőnek. Bár mondjuk én szerintem karácsonyig elbóckodhatnék vele, akkor se sikerülne semmit kihoznom belőle, mert egyáltalán nem értek hozzá. Sajnos már több ilyen esetről is hallottunk, hogy hozzáértő emberek hiába hitelesíteni kell a mérőeszközt, a taxiórát két évente, de mégis a köztelévő időszakban valahogy megoldják azt, hogy teljesen másképp is tudjon ketyegni ez a taxióra, mint ahogy kéne neki.
Ezt gondolom a fekete piacon, meg a szürke gazdaság területén lehet erre megfelelő szolgáltatókat keresni, találni. Nem tudom igazából, hogy az biztos, hogy mérőeszköz befolyásolják, és azért tud többet mutatni a taxióra, mint ami a valós díj. Uh-huh. Én azt szoktam egyébként tanácsolni, hogyha valaki ilyenbe szalad bele, akkor mindenféleképpen fontos az, hogy ennek legyen valami nyomatát. Ugye téged is és a párodat is jó múltkorában vittünk színházba, rohantok, esetleg nem tudtunk volna értetek autót küldeni, és egy másik szolgáltatót hívtok, és a szokott ártól drágább lett volna 3000 forint. Ilyen nincs, akkor inkább másik előadásra megyünk, ha nem veletek tudunk utazni, nem csak viccelek. Köszönjük szépen, ez nagyon jól esik. Tehát az a baj, hogy sokszor úgy vannak vele az emberek, hogy 2-3-4000 forinttal megkárosítják őket, viszont elmentek szórakozni, jól érezték magukat, hazafelé még sétáltak egy jót a Dunaparton, ittek egy jó kávét a kedvenc kávézójukba, vagy ettek egy süteményt a kedvenc cukrászdájukba, és egy lenyintés van, hogy hát így jártunk a bum, és nincsen neki nyoma, és pont ezért tudnak ezek a szolgáltatók garázdálkodni nagyon-nagyon sokáig, mert idő lesz az, mire lesz egy olyan utas, aki azt mondja, hogy már pedig én nem hagyom, hogy becsapjanak, és most azonnal rendőrt hívok, vagy ha nincsen lehetőségem, és a taxis kidob az autóból, és elillan, mert ilyenről is hallottunk már, akkor megjegyzem a rendszámát, írok egy e-mailt másnap a fogyasztóvédelemnek, tehát rengeteg lehetőség van, hogy a éppen aktuális polgármesteri hivatalnál is lehet jelezni az ilyen panaszokat. Tehát, hogy egy pesti taxitársaság, vagy egy pesti szolgáltatónak az autójában ért minket ez a fajta károsítás, vagy úgy érezzük, hogy megkárosítottak minket, akkor a fővárosi önkormányzathoz is lehet fordulni, a fogyasztóvédelemhez is lehet fordulni. Ha egy taxitársaságnak valamelyik taxisával érezzük azt, hogy nem volt korrekt, és a viteldíjnak a sokszorosát fizetjük, akkor a taxitársasághoz is lehet fordulni, és ki fogják nyomozni. Én például bevezettem egy olyat már a kezdetektől fogva, hogy kötöttem egy szerződést egy próbavásárló céggel, és nekik az a feladatuk, nálunk nem próbavásárlás van, hanem ugye próbautas van. Havonta van egy fix darabszám az ellenőrzésre, amit ők teljesen random, véletlenszerűen válaszák, hogy melyik kollégánkat és mikor fogják ellenőrizni. Itt van egy több mint 10 pontból álló ellenőrző lista, amit ők végigcsinálnak, és ennek az eredményéről én kapok utána egy értesítést. Hoppá, és akkor nyilván a kollégád nem tudja, hogy ő most egy ellenőrzésre. Nem, sőt, még én sem tudom, viszont van arra is lehetőségem, ez a én szerződésemben ez 3 darab ellenőrzés havonta, amikor direkt be azt szeretném mondani, hogy egy kollégát ellenőrizünk, mert valamiért én úgy gondolom, hogy ő nem tiszta autóval szolgáltat, nem kedves az utasokkal, vagy bármi egyébben azt hallottam rá, akkor direkt be is el tudom küldeni ezt a próbautast az én kollégámhoz, és utána megkapom ugyanúgy azt a 11 nehány pontos listát, hogy az alapján ő hogy szolgáltatott, hogy teljesített. Utasként egyébként köszönjük szépen. Kollégádnak kicsit azért betolnék, de... Amikor mondjuk egy kollégát felveszel, vagy elkezdtek együtt dolgozni, akkor te ezt nyilván elmondod neki, hogy figyelj, nálunk ez van. Milyen megfontolásból döntöttél már az elején így? Vagy mi volt, de nyilván mi a cél, hogy a vállalkozást tisztán tartsd, de hogy ez ilyen bizalmi kérdés, vagy bizalmatlansági? Miért döntöttél úgy, hogy legyen nálatok ilyen? Több oka is van neki. Szandi ugye tudja, meg többen tudják itt Miklóson, de lehet, hogy te is tudod, hogy annak idején én is egy másik szolgáltatónál szolgáltattam itt Miklóson. Ez igazából egy fantázia név, ami 30 éve működik egy telefonszámmal, és mögötte pedig mindenféle engedéllyel rendelkező hivatalosan szolgáltató egyéni vállalkozók vannak a telefonszám mögött. Én is ezekkel a srácokkal szolgáltattam együtt, viszont volt sok dolog, amire nem tetszett. Én azt mondtam, hogy nekem nem tetszett, én próbáltam ötletelni süketfülek, és akkor utána jött ugye az ötlet a taxitárságra, hogy megalapítva. Ez 4-5 hónap alatt sikerült is, és viszont nem szerettem volna azt, hogy előfordulhassanak nálunk esetleg olyan hibák, amit a másik csapatnál megtapasztaltam, és rögtön az elején, akiben megbíztam, és például unokatestvérem is velünk dolgozik másodállásban, de nála is volt az ellenőr, nem azért, mert én küldtem most akkor Sanyit mindenféleképpen, hanem mert pont őt választotta ki, és ugye, ahogy mondtam, véletlenszerűen választ. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, és ezt el is mondom az új kollégáknak mindig, hogy mi az, amire hátt is vagyok, mi az, amire egyből szerződésbontás van, mi az, amire oda kell figyelni, mert annak idején beszéltük ugye Danival és Szandival még, amikor itt voltam legutoljára, hogy nem lehet összehasonlítani a megyei taxizást a fővárosi taxizással. Tehát itt az utasok úgy ülnek be, hogy név szerint ismernek, hogy kezet fognak veled, hogy te már meg se kérdezed, hogy hova kell menni, nem tudod, hogy amikor a Szandért megyünk a spárhoz, akkor haza kell vinni, esetleg elmegyünk a bölcsivel. Tehát
új kollega jött például hozzánk, és meg volt lepődve, amikor beszállt hozzá egy állandó utasunk, és az állandó utas egyből lejattolt vele, és üdvözölt, és sok sikert kívánt. És nem mondta meg, hova megyünk, azt mondta, találja ki. Igen, a szokásos. De a kollega utána meghívott, és teljesen el volt hűlve, hogy basszus, Zoli, ez itt így működik, hát beszállt az utas, bemutatkozott, és üdvözölt, és sok sikert kívánt. Hát mondom, igen, ez nem a főváros, itt teljesen más, itt a utasainknak azért a 70-80%-a állandó utas, és ismerjük egymást, tehát egy sokkal közvetlenebb kapcsolat van a taxisofőr és az utas között, mint a fővárosban. Én egyébként pont ezért nem is, én több szempontból nem értem, de például ezért sem értem, hogy miért éri meg azért a pár ezer forintért tisztességtelennek lenni az utassal, főleg mondjuk így a térségünkben, hát hiszen nem létezik, hogy ez nem derül ki. Tehát, hogy ilyen szempontból sem értem, hogy ezt hogy vállalhatják be. De én még nagyon szeretnék visszautalni arra, hogy ugye az előbb azt mondtad, hogy egy-két vagy pár ezer forint az, amiről beszélünk egy utasnál, és akkor nyilván mondjuk egy hónapot veszünk, akkor sok-sok utasnál azért az több tízezer vagy még több összeg tud lenni. De hogy pont ez a veszélye ennek szerintem, hogy egy-két pár ezer forinttal vernek minket át, és akkor amit te is mondtál, ugye, hogy nem feltétlenül az az összeg ez, ami miatt én mondjuk fordulok a helyi önkormányzathoz, vagy például a fogyasztóvédelemhez. Pedig meg kéne tenni, nem? Tehát, hogy pont ez az a lélektani határ, hogy jó, hát átvertek, de végül is 2000 forint az nem annyira sok, szóval, hogy így, na, értitek, hogy mit akarok mondani, hogy közben meg mégis átvertek minket. Maximálisan értelek, és az a baj, hogy ezek a zsivány szolgáltatók is ezt a részt látták meg, úgymond, hogy próbálnak lavírozni egy olyan határon belül, ami még emészthető számodra. Rossz helyzzel fogsz kiszállni, valószínűleg morogni is fogsz egyet, vagy elmeséled a szomszédodnak. De ő is tudja, hogy ettől többet nem fogsz tenni. Nem mert mész már, utána. Na jó, igen, de például nem ülök bele közelebb. Nincs időnk, hogy te még fél órát üljél másnap a gép előtt, és megkeresd a fogyasztóvédelmet, és akkor jaj, most mi lesz még, akkor majd be kell mennem a hivatalba, és inkább legyintesz egyet, és hát, tovább mész. Ha majd velünk egyszer a férjemmel, mert mi aztán utána megyünk. De hogyha te bejelented, és utána bejelenti a következő, és akkor valószínűleg hivatalba is oda fognak arra figyelni, hogy most már érkezett két bejelentés, akkor küldjünk egy ellenőrzést, vagy nézzünk mi is oda, hogy van-e valóságtartalma ezeknek a bejelentéseknek, és hogyha van, akkor viszont ugyan a komoly retorziója is van, de mivel általában nincsenek bejelentve ezek a dolgok, ezért hosszú ideig tudnak a inkorrekt szolgáltatók szolgáltatni hitvány módon sajnos. Na, hát most itt ilyen kisebb összegekről beszélünk, viszont nekem a fülembe eljutott egy másik történet is, egyébként érdekes módon szintén hallgatótól, tehát, hogy így összegyűjtöttem ezeket, hogy akkor most így neked felteszem ezt a kérdést is, mert hogy igen, mi most ilyen pár ezer forintról beszélgetünk, viszont volt egy olyan eset is, amikor jóval több, tehát egy nullával többet sikerült egy turistának felszámolni egy bizonyos taxitársaságnál, mert hogy nyilván úgy vannak vele, hogy jó, hát ő egy turista, úgyse tudja, ő meg pláne nem fog utána menni a dolognak. Szóval, de hogy, na, tehát, hogy nem tudom, 10 000 forint helyett 100 000 forintot ki elkérni, az azért... Igen, sajnos olvastam is róla, és hallottam is róla, hogy a térségünkben is volt egy hasonló visszaélés. A fővárosra mostanában nagyon jellemző a független szolgáltatóknál, hogy a külföldieket így próbálják megkárosítani, hogy már nem az órát manipulálja, hanem elvisz rendesen 2500-3000 forintért A-ból B-ből, hogy el kell jutnod két utcasarokkal arrébb, viszont amikor a bankkártya terminálba beleüti az összeget, ott egy nullával többet üt, de ugye megbízol mindenkiben, egy turista, vagy élvezed a gyönyörű szép városunkat, és amit Magyarország adni tud neked, és meg se fordul a fejedbe az, hogy a taxis egy nullával többet fog utni, majd amikor hazaérsz és átnézed, hogy mennyit is költöttél, mire költöttél, akkor veszed észre, hogy miért került, mint olyan 130 euróba az utazás, és akkor halványan fogsz emlékezni, hogy igen, ott volt egy taxis, és akkor lehet, hogy az volt. Borzalmas. De erre viszont odafigyelnek, hogy ezt nem a magyar utassal fogja megcsinálni, mert ugye a magyar utas valószínűleg azért elmen utána a bankjához, és akkor komoly következményei lehetnének. Ezt, ahogy olvashattuk, ugye nemrég a sajtóban is sokat foglalkoztak ebben, hogy a fővárosban ez sajnos divat lett, és így károsítják meg a külföldieket. Hát meg nem beszélve arról, hogy esetleg az is benne van például, hogy kicsit kerülő úton megy, mert úgysem ismeri az illető azt, hogy vagy azt mondja, hogy jó, hát tudom, hogy arra dugó van, úgyhogy inkább egy kicsit kerülő úton megyek. Figyelj, Zoli, nincs egyébként egy olyan rendszer, kérdezem ezt tényleg úgy, hogy nem értek hozzá, de hogy amikor beülök egy taxiba, akkor úgy nagyjából kikalkulálni, hogy mennyi lesz ez az ár, vagy ez mennyibe fog kerülni ez az út, és akkor még ott tudom mondani, hogy hát nekem az X-taxinál nem ennyi volt, hogy köszönöm szépen, akkor ezt nem kérném, vagy hogy tehát ne okozzon akkora meglepetést, mert az út végén mégiscsak ki kell fizetni, tehát nem mondhatom igen, azt, hogy mit csinálsz. Igen, hogy nem fizetem ki.
Na erre is lesz, akkor arra válaszolnék, hogy akkor mit csinálsz? Hát, hogyha úgy érzed, hogy akkor téged nagyon becsaptak, akkor azonnal rendőrt hívsz. Amire általában nincsen időt sajnos, és ezért nem szoktál rendőrt hívni. De ha még mindig ott van benned a kis ördög, hogy már pedig ez nem volt korrekt, de én kifizettem, mert nem akarok balét, meg amúgy is olyan kijelás van a taxistak, hogy nem találkoznék vele sötét utcával, tehát inkább fizetek, menekülök, akkor viszont nagyon fontos az, hogy kérd el azt a kis papírslejfnyit, amit a taxióra azt kinyomtat. Azt kell kapnom, ugye? Ez blokk, vagy minek hívjuk? Így van, kell kapnom. Ez egy hivatalos mérőeszköz, ha te elkéred, akkor azt oda kell adnia. De egyébként, ha kívom a rendőrt, a rendőr mit csinál? Tehát, hogy ő is látja mondjuk a manipulált órát, de ő nem tudja feltétlenül, hogy manipulál, mit tud csinálni? Nem, ott a helyszínen semmit nem tudsz se bizonyítani, és ő sem, mert igazából az arra jó, hogyha rendőrt hívsz, hogy magát a tényt rögzítik, hogy te úgy érzed, hogy meg lettél károsítva, hogy te egy bűncselekmény áldozata lettél, és már rögzítve van ez a tény. A rendőr ugye el fogja kérni a taxisnak az adatait, tehát meg lesz biztosan az a taxis, aki esetlegesen feltételezett módban megkárosított téged, és utána sokkal könnyebb végigvinni ezt az egész ügyet, mert nem tudom, hogy pontosan, hogy van, de gondolom, ilyen hivatalból a rendőrség ugye esetlegesen értesít más ellenőrző szerveket is, hogy bevizsgálják azt a taxiórát, vagy... Hát nem mondjuk lehet, hogy legközelebb már nincs kedve annak a taxisnak ilyenbe belemenni. Igen. Hát szerintem még egy ilyennal a kedvét nem veszed el, mert általában ez odáig szokott menni, még el nem veszik az engedélyét, de például a szabályozásban is óriási hibák vannak, mert míg valaki a fővárosban elkövet valami vétséget, és elveszik az engedélyét a fővárosban, attól függetlenül még megyei szinten ugyanúgy szolgáltathat tovább. Tehát te garázdálkodsz évekig a fővárosból, te egyszer lebuksz, mert csinálsz valami rosszat, majd aztán elveszik a lehetőséget attól, hogy te a fővárosban szolgáltassál. De a megyei szinten. Elmész bármelyik megyébe, és ott ugyanúgy tiszta lappal szolgáltathatsz tovább, mintha mi se történt volna. Véleményem szerint ez egy nagyon-nagyon rossz megoldás, mert az, aki a fővárosban nem tud rendesen szolgáltatni, csak úgy, hogy az utasokat megkárosítja, az úgy gondolom, hogy megyében se fog másképp szolgáltatni, és meg fog maradni ez a fajta hozzáállás. Nagyon-nagyon rövid időnk van, pár, egy-két percünk, de van ilyen egyébként, hogy előre lehet kalkulálni? Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy ne független szolgáltatókat válasszunk, hanem taxitársaságot. A taxitársaságot általában, hogyha a diszpécsertől kérünk egy árajánlatot, akkor fogadni egy olyan árajánlatot, ami valós, amire alapozhatunk. Ez általában egy rögzített vonalon történik, amit ugye magát a megrendelésnek a hanganyagát, amit te leadtál, azt te bármikor visszakérheted a taxitársaságtól, tudsz erre hivatkozni. Illetve az applikációkban is most már mindenhol bele van integrálva az, hogy tudjál előre egy utat tervezni, és automatikusan kiírja neked, hogy mennyi lesz a viteldíj. Egyébként nekünk is a weboldalunkon van egy útdíjkalkulátor, pont ezért, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, és te beírod, hogy a Csépi út 121-ből szeretnél elmenni a 5. kerület Zoltán utca 2-be, akkor egy pontosat fog neked kalkulálni a rendszer, egy picit oliggal. Nálunk egyébként úgy van megcsinálva, hogy az aktuális forgalmi viszonyokkal számol. Szerintem ezt kimondhatom, hogy Google alapú, mert ez talán nem minősít reklámnak. És pont emiatt, hogy tőletek is visszahallottuk ezt a rengeteg visszaélést, nekünk is eljutott a fülünkbe, hamarosan be fogunk vezetni mi egy árgaranciának nevezett extra szolgáltatást, aminek az lesz a lényege, hogy amikor te beülsz az autóba, elmondod, hogy hova szeretnél menni, és kéred az árgaranciát, akkor a sofőrünk felmegy gyorsan a weboldalunkra, beírja az útdíjkalkulátorba a két címet, és garantáljuk neked, hogy a kalkulált összegen belül lesz a viteldíj, amikor odaérkezel. Fú, de jó. Na, ez egy szuper, szuper opció. Hát nagyon szépen köszönjük, Zoli, hogy mindezt elmondtad nekünk. Természetesen ezt a beszélgetést is vissza tudjátok pillanatokon belül hallgatni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve megosztjuk a Facebook oldalunkon is. És hát éljetek azzal a lehetőséggel, ha úgy érzitek, hogy tisztességtelenül bántak veletek, akár így a taxis utazásotok során, akkor éljetek azzal a lehetőséggel, hogy akár például a helyi önkormányzathoz is tudtok fordulni, vagy pedig a fogyasztóvédelemhez, és utazzatok az X-Taxival, mert ott nem valószínű, hogy ez egyébként megtörténik. Sebestyén Zoltánnak, az X-Taxi tulajdonosának köszönjük szépen a közlekedési infókat is, meg ezt a beszélgetést is. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehettem veletek. További jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, és holnap reggel akkor ugyanúgy a közlekedésről majd récserünk egy picit. Így van. Várni fogom. Köszönöm, sziasztok!